Sziasztok, Sas Dani vagyok, az Együtt Egy Asztalnál videobloggere. Ha a lencse tényleg a gazdagság jelképe, akkor nem hagyhatom ki én sem. Készítek most nektek egy lencsefőzeléket, de picit el fog térni a megszokottól. A lencse főzeléket most lencse kosárban fogom elkészíteni, de maga a főzelék egy klasszikus ízvilágot fog hordozni, megmutatom, hogy én hogyan szeretem. Első körben olajat hevítek, amivel vöröshagymát, illetve fokhagymát teszek. Kerül bele a fokhagyma, ami mehet is a vöröshagyma után. Jó alaposan megkeverem, és szerintem, ami egy jó lencse főzelékből elengedhetetlen, az a kolbász. Ezt is apró karikákra vágom, és mehet is a vöröshagyma után. A kolbász szépen elkezdte kiengedni a zsiradékot magából, megfestve ezzel magát a hagymát és a fokhagymát is, akkor teszem is bele a lencsét. Előre beáztattam 1-2 órára, szívja magába a vízet, és sokkal könnyebben meg fog majd főni. Nyugodtan a vízzel együtt öntsük bele, ami persze tiszta víz, és nem ezzel mostuk át, de ebben állt a lencse. Ez a víz viszont nem lesz elég, ezért öntsük fel még most. A lencsefőzelék esetében én mindig úgy járok el, hogy folyamatosan adagolom hozzá a vizet, nehogy véletlenül túl híg legyen, inkább szabályozom, és annak módja szerint, hogy mit érzek sűrűnek, mit hígnak, úgy osztom be, hogy mennyi vizet teszek hozzá. Akkor most sózom, és teszek bele 6-7 babérlevelet. És most kivárom azt az időt, hogy a lencse az majdnem elkészüljön, de még ne legyen puha, ne legyen omlós, legyen egy picit fogkemény, és mutatom, hogy hogyan tovább. Egy ideje már fő a lencse, el is főtte a levét, de még mielőtt pótolnám a vizet, kiszedek belőle egy adagot, hiszen ahogy mondtam, a lencse kosárhoz nem szükséges, hogy teljesen átfőjön, teljesen megpuhuljon. Ha ezzel megvagyunk, és még mindig kevésnek ítéljük a vizet, jelen esetben ez így van, akkor pótolhatjuk, és hagyjuk, hogy a lencse tovább puhuljon. Azért, hogy ezt a lencsét össze tudjuk tapasztani, és tényleg kosárformát tudjunk belőle előállítani, zsemlemorzsát, illetve tojást fogok felhasználni. Teszek még bele parmezánt. Egyelőre elég ennyi. Ezzel is jól összedolgozom. Kézzel ellenőrzöm, hogy már formálható-e. Igen, már szépen összetapad, ezért tehetem is muffin formába. Én most egy ilyen klasszikus muffin formát fogok használni, és ebbe alakítom majd ki ezeket a kis kosárkákat. Kicsit kiolajozom, erre azért van szükség, hogy viszonylag könnyen ki tudjam belőle fordítani ezeket a kis kosarakat. Ezt pedig úgy formázzuk, hogy minden oldala nagyjából azonos vastagságú legyen, de ne vékonyítsuk el túlságosan, hogy tudja majd megfogni magát a főzeléket. Elkezdtem az utolsóhoz is. Egyel kevesebbet tudtam csinálni, mint amennyire számítottam, de ez a legnagyobb bajunk. Főzeléket félreteszem, hogy tovább főjön, addig viszont elkészítem a rántást. A rántást, ahogy többször mutattam már nektek itt a blogon, olajjal és liszttel készítem majd el. Ez egy vékony rántás lesz, ahogy jellemzően én szoktam használni, de a vékonyságát az határozza meg, hogy jóval kevesebb lisztet teszek az olajhoz, mint amennyit a vastag rántásnál tennék. A főzeléknek ez fogja majd megadni a sűrűségét, elkezdett barnulni, le is zárom alatta a tüzet, és kerül bele egy kis piros paprika, ami nyilván jó ízt is ad neki, illetve egy picit meg is színezi majd.
Ha ez megvan, akkor hozzá is teszem a főzelékhez, és ezzel tulajdonképpen ez a fázis be is fejezhető. Nem lenne szerencsés, hogyha szétfőnne az egész, így kerülhet be ide maga a rántás is. Kerül bele egy nagyon kevés ecet. Ezzel tulajdonképpen a klasszikusnak mondható lencsefőzelék el is készült. Megvárom, míg szépen megbarnul, átsül a lencsekosár, és tálalom is ezeket az isteni falatokat. Szépen el is készült a lencsekosár, ahogy látjátok, megpirult, összeállt, ahogy szerettem volna, így már bele lehet tenni az időközben elkészült lencsefőzeléket, amiben még egy-két apróságot beleteszek. Az egyik ilyen dolog a tejföl, ami szerintem elengedhetetlen a főzelékből, a másik pedig, ami kiki eldönti maga, hogy szívesen látja-e benne, és azt az ízt, amit egy mustár ad hozzá, az valóban hozzáad-e, én nagyon szeretem, ha benne van. Az elkészült lencsekosárkákat megtöltöm ezzel a klasszikus lencsefőzelékkel. Hát így válhat a lencsefőzelékből is ilyen isteni vendégváró falat, köszönhetően ennek a kis gusztusos lencsekosárnak. Próbáljátok ki, egyetek sok lencsét szilveszterkor, ilyen egy férfi a konyhában.